László Károllyal Svájcban, bázeli házának a kertjében beszélgetünk. Hogyan lett önből bázeli polgár? 45-ben ide jöttem, vagy menekültem, ahogy akárhogyan mondjuk. Miért kellett menekülnie? Kérném szépen, azért kellett menekülnöm, mert én 45-ben én visszajöttem német koncentrációs lágerekből, amit véletlenül túléltem, akkor elmentem Magyarországra néhány hétre, és ottan az volt az érzésem, hogy itt ugyanaz megindul még egyszer. És akkorban nekem nem volt elég hazaszeretetem és lelki erőm ezt még egyszer kibírni, és elmentem gyorsan. Hány éves volt ekkor? 22 éves voltam. Persze, ebből lehet vitatkozni, hogy helyes elmenni vagy nem, de akkor nem volt idegem, és láttam és éreztem, hogy ugyanez jön megint. Azok a borzalmak, amiket átélt, és amit egy Magyarországon megjelent könyvében leírt, ezek után mindenki számára értető, hogy akár a hazáját is ott hagyja. Kérem szépen, én azt hiszem, hogy akik a kommunizmusban Magyarországon éltek, még borzalmasabb dolgokat éltek meg, mert tovább tartott. Tudja? Én csak egy évig voltam ebben, és azt hiszem, hogy a reménytelenség az a legrosszabb. Nálam az volt, hogy valószínűleg meghalok, esetleg túlélek. De amikor egy szisztéma megindul, és úgy néz ki, hogy nincs vége, azt hiszem, az még rosszabb. Önnek Magyarországon is megjelent ez a kis könyve, a Tóparti nyaralás, igen, amiben ezeket a borzalmakat leírta. Igen. Nagyon sajátos aspektusa van ennek a könyvnek. Ma is vallja még ezt? Sokkal jobban, mint még akkor írtam. Most, mikor maga azt mondja, hogy borzalmakat írtam le, én nem akartam borzalmakat leírni, csodálkozom, hogy így látja. Én a realitást akartam leírni, ami, mondom, mint az előbb mondtam, sokszor már történetben és sok helyen ma is ugyanolyan. Kénytelen voltam borzalmakra is írni, de nem ez volt a cél. Na most, ha maga megkérdezi, hogy miért írtam a könyvet egyáltalán, ugye? Igen, ugyanis számomra ezek borzalmak, és azt hiszem minden normális ember számára ezek borzalmak voltak, és ön mégis olyan sajátos színben tünteti föl ezt az egészet, ami hát önnek is egy fordulópont volt az életében. Képzében, ez erről nincs kétség, hogy ez egy abszolút fordulópont volt. Erről nincs kétség, és az életeim, hogy Szabó Dezsőt idézzem, ott egy új élet kezdődött. Miért írtam a könyvet? Én nem vagyok író, én nem is tartom magam egy rendkívül tehetséges írónak. A magyar könyv tűnik Esztrázy Mátyás fordításában jobb lett, mint a német szöveg volt, karinti alapon. Azért írtam le, először is egy, ugye az eltűnt idő nyomában az emlékek bizonyos dolgokat megint, amit az idő lerombolt, azt az emlék életre kelti, mondja Proust megint. Ugyanakkor észrevettem, hogy mennyi hamis, érzelgős, egyoldalú leírás jön ezekről a koncentrációs táborokról, és ez ellen is írtam. Mi a legmegdöbbentőbb ebben a könyvben, hogy nem érződik belőle a gyűlölet? Hát nem is volt. Hogyan tudta ezt kiiktatni magából? Bocsáss, hogy kit gyűlöljek? Kit gyűlöljek? Németeket sose gyűlöltem, mert a németek ilyen nincs, a magyarok, a németek, a kínaiak, ott van ilyen ember és olyan ember, a németek nem voltak, mint nemzeti szocialisták. Az a szegény kis SS ember, aki kevés értelemmel és parancs alatt ezt csinálja, az nem felelős. A felelősöket megtalálni, ez a mai kommunizmusnál ugyanez a probléma jön. Ki miért felelős? Ez nagyon nehéz. Gyűlölettel nem lehet felelősséget megoldani, és az ember elkezd gondolkodni, és ezt én persze megpróbáltam én is, rájön, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy ki volt tulajdonképpen felelős. Mert aki csinálta, az nem tervezte, aki tervezte, az nem csinálta, ugye, aki tervezte részben, nem is ezt tervezte, a dolgoknak van egy saját dinamikájuk is. Most ő... Úgy érzi, hogy megbocsátott? Ugyanis én ez valamiféle krisztusi alapállás lenne akkor, hogy... Nem szabad magamat idealizálnom. Nem. Én azért nem bocsátok meg, mert nem is látom, hogy hol a vétek. És nem tudom, kinek megbocsátani, mit. Az embernek a saját bűneit kell keresnie. Szóval ha valakinek az életbe kér bocsát, az magamnak, ugye? De hogy embereket vádolni ezzel és avval, ez egy olyan olcsó dolog, ugye, és olyan könnyű, és semmi komoly alapja nincsen.
Szóval, én a személyemből kiindulva nincs mit megbocsájtani. Én túléltem, nem volt bajom utána, nem voltam beteg, most sem, főképp nem amiatt, hol van fa. Én nem tudom, mit kell megbocsátani. Az, hogy viszontagságos életem volt, azaz a nagy, boldog gyerekkor után egy jó változat volt, nagyon sokat gondolom tanultam belőle, nem tudom az életemet enélkül elképzelni, azt hiszem nem lehet az élettel szemben igényekkel föllépni, hogy nekem velem csak jónak szabad történni. Hát egy abszurd. Minden ember történik tragédiák, magánéletben, nemzeti életben, család életben, minden. Miért van az mégis, hogy ezt a könyvet sokkal kifejezett ellenszenvvel fogadták? Kívánom szépen, mondjuk, hogy most úgy így prototípusban gondolkozunk, a volt náci, vagy a volt áldozat. Az mind a kettőnek ez nem tetszik, ez a könyv. Mert a náci az azt mondja, most ez csak egy ilyen csoportfogalom. Fasiszta. Azt mondja, úgy lehet, nem szabad fasizmus mondani, mert a nemzetszerzmus nem volt fasizmus. Ez a kommunista propaganda egyik formája. A olasz fasizmusnak legtöbb dologban semmi hasonlata nem volt a nemzeti szocializmushoz, kivéve, hogy egy ilyen erős állam volt, rendőrségi spárt, egy párt állam, különben mindenben másra. Olaszában nem létezett antiszemitizmus, nem volt fajelmé, tehát ez nem létezett az olasz fasizmusban. De a kommunista propaganda azért szeret fasizmusról beszélni, mert a nemzeti szocializmusban a szocializmus szó benne van, és ezt inkább elpróbálják elkerülni. Jó kérdés. De ne haragudjék, hogy korrigálom, de fontosnak tartottam. Most azok, akik mondjuk a nemzeti szocializmusban részt vettek, azok esetleg az én könyveim alapján azt mondják, na hát nem is volt olyan szörnyű, nem? Na tessék, ő maga írja, nem is olyan szörnyű, és mutatja, hogy a foglyok is néha milyen borzalmasan viselkedtek. Szóval ők ebben próbálnak egy mentegetőzést keresni. A foglyokat, a volt foglyokat részbe zavarja, hogy le lesznek leplezve, hogy ők önmaguk hogyan viselkedtek egy részük. Hogy ők se voltak jobbak, mint az SS. Mit tudom én, mi lettem volna én, ha SS vagyok? Szerencsére nem voltam. Ez a helyes kérdések. Hogy mi lett volna, ha én ebbe a szituációba jobb lettem volna? Nem tudom. Igen, hát pontosan ezért fogadták sokan ellenszerrel a könyvet. Nem szeretem az ilyen gondolatokat. Ugye a Szondival a beszélgetésemben megállapodtunk Szondival abban, hogy minden emberben van egy szent és egy ördög, mindegyikünkben van egy SS is, vagy egy ávós, ha akarja. Hát ez nem tetszik a sok embernek, ugye, ez a gondolat. Pedig szerintem az nem jelenti azt, hogy mindenki azzá válik. De igenis, mindenkinek vannak ilyen hajlamai. Ha már Szondi szóba került, igen. Ő nagyon sokat foglalkozott pszichiátriával, pszichoanalízissel. Én Szondi tanítványa voltam, személyes tanítványa, szóval említenem. Zürichben. Hogyan jutott el a pszichoanalízishez? Mi késztette arra, hogy ne pszichológiával, hanem egy sajátos szakterülettel foglalkozni? Tudja, most persze, amit most mondok, az megint mai kommentár ahhoz, ami ezelőtt 40 évvel volt. Hogy ez igaz-e vagy nem, azt nem tudom. Bennem van nagyon sok kíváncsiság. Auschwitzban is engem az nagyon kielégített, hogy ezt is látom. Meglátni, mindet megnézni. És a pszichológia, a pszichoanalízisnek az a lényege, hogy azt föltárja, ami tudat alatti, amit nem látni, ami a dolgok mögött van. És valószínűleg ez a kíváncsiság vezetett, gondolom, utólag. Mit szeretett igazán csinálni? Hű, de nehéz kérdés. Hát ez is koronként változik. Tudja, az ember fiatalabb, akkor világos. Később mit szeretek igazán csinálni? Hát most maga engem... Szeszélyes volt az érdeklődése? Tessék? Talán szeszélyes volt az érdeklődése, és azért... Nem. Én ezt még sose kérdeztem magamnak. Most 69 év óta elszórakozom az világon, és sose volt még problémám, hogy mit csináljak, úgyhogy nem is gondolkoztam, hogy mit szeretek csinálni. Nem tudom. Hogyan viszonyul a mai Magyarországhoz? Próbálom megérteni azt, hogy mind mentek az emberek keresztül, és hogy hogyan váltak olyanná, mint a milyenek, hogy miért beszél mindenki föltételes módon,
hogy miért avval kezdik a mondatot, hogy kérem, az az igazság, vagy úgy gondolom, vagy szerintem, vagy ilyesmi. Ezt próbálom megérteni, még menteni is, ugye? De persze ez mind nem ér semmit. Itt a lényeg az, hogy mi történjék, és itten aktívan kell lenni. Tehát kell Magyarországon anyagilag segíteni, ezt próbálom, ahol tudok, és erkölcsileg most mindenki csak egy kis területet választhat. Én, mint régi ciszterzita diák, most van egy új akcióm, ami avval foglalkozik, hogy a ciszterzita rendet visszaállítsuk, mármint az anyagi föltételeket, a magyar állam azt hiszem ma már visszaállítja jogilag a rendeket, de honnan vegyék a pénzt? A tatarozás, a tanítása. Most ez a mozgalom megindult, augusztus-szeptemberben indul meg ez a körlevél, ahol a régi ciszterzita diákokhoz fordulunk, de fordulunk egyáltalán magyarokhoz és katolikusokhoz, de minden magyarhoz. Mert az erkölcsi elzűlés, amit én Magyarországon látok, ha helyesen látom, és nagyon messze menőnek látom, az csak egy új nevelés tudja korrigálni. Most egy nevelés az évtizedekig tart. Ehhez a feltételeket meg kell alapítani, meg kell teremteni a feltételeket, hogy milyen vallás, az nekem mindegy, de lévén országon a speciálisan a katolikus rendek foglalkoztak tanítással, piaristák, ciszterciták, stb. Benet, bencések, stb. Tehát, és én is oda jártam, és élveztem, és rendkívül nyereséggel ezt a egyházi katolikus nevelést, tehát ezt is próbálom, ezt próbáltam. Nem tart attól, hogy ez megint csak egy oldalú lesz? Kérem szépen, egy nevelés akkor jó, ha egy oldalú. Hát nem lehet egy embert úgy nevelni, hogy lophatsz, vagy nem lopsz. Hát vagy nem lopsz, vagy lopsz. Ez teljesen egy oldalú, hogy nem szabad lopni. Hogy nem szabad hazudni, ez mindig egy oldalú. Egy helyes nevelés egy oldalú. Nem lehet két dolgot. Azt mondja, hogy választhatsz. Ugye? Vannak-e még nagy tervei az életben? Hogyne, nagyon nagy tervei vannak, ugye talán túl nagyok. Ugye én a gyűjteményeimből, ezt így kell mondanom, mert több van, próbálok Magyarországon múzeumokat csinálni. Pécsvárban egy kicsi megindult, most Budapesten terveznek egy nagyobbat, van egy még nagyobbról szó, mert anyag van elég. Ez például egy terv. Ezek milyen gyűjtemények? Ugyanis a lakás az kész múzeum, fantasztikus. Kérem szépen, ezek sokfajta gyűjtemény. A súlypontok, azok vannak a magyar gyűjtemény, amelyben nagyon fontos Magyarország számára olyan magyarok, akik külföldön éltek volt, és Magyarországon alig van művük, vagy nincs. Akkor van a nyugati gyűjtemény, régi, új kép, akkor van a kelet-ázsiai gyűjtemény, fényképgyűjtemény, mindenféle popgyűjtemény, ilyen dolgok. A megoldást az Magyarországon úgy kell keresni most, hogy ellentétben a múlttal ne a költségek legyenek a nagyok, hanem a nyereség legyen nagy, ami jön, az tényleg mi nyereség számoljon. Tehát például Pécsváradra az ottani MDF képviselő, a dr. Bíró, az nem állami költségen vitte el a dolgokat, ő eljött egy autóval, elvitte, én elvittem nyomtatványokat, nem került egy fillérbe az államnak, és az épület meg volt, csak be kell tenni. Hogyan tudott világpolgárként, szó nemes értelmében kozmopolitaként, mégis magyarnak maradni? Sose voltam világpolgár. Én sose voltam ennek a híve, sose éreztem magam világpolgárnak, én csak magyarnak éreztem magam, kicsit svájcinek még, mint állampolgárság. És szerintem egy jó magyar, vagy egy jó francia, vagy egy jó angol, az kitűnne, meg tudja magát érteni a többi emberrel, ez nem kell egy állampolgárság. Ez azt hiszem egy optikai csalódás, hogy az a jó világpolgár, aki a sajátosságait elveszti. Szerintem minél saját, több sajátosságot megtart, vagy tradíciót, vagy neked, annál jobban meg tudom érteni a többit. Mit kellene tennünk? Azt hiszem, okos diplomáciával meg kell egyezni ezekkel az országokkal, és az a véleményem nekem, hogyha Magyarország egy nap, amire vannak jelek, elkezd virágzani,
ellentétben a szomszédországokkal, akkor azok az emberek boldogan fognak Magyarországgal jóba lenni, és jogokat adni a magyaroknak, mert érdekük. Ön szerint van erre remény? Van. Abszolút van. Magyarország problémái nagyon nagyok, de összehasonlítva a többi volt kommunista országgal, Magyarország sokkal jobban áll. Még Kelet-Németországgal szemben is. Látok lehetőséget, persze Magyarországon meg kellene tanulni dolgozni, meg kellene tanulni gondolkozni, meg kellene tanulni sok mindent. De miért ne? László úr, ha így visszatekint erre 69 évre, igen. Mi az, amire a legbüszkébb, és mi az, amit a legszívesebben vállal? Hát nézze, büszkeségtől szeretnék, biztos, hogy van bennem büszkeség, de azt szeretném redukálni, csökkenteni. Mert amúgy is, szerintem magyar betegség, a kevésség, a büszkeség, a fennhéjázás, ezt próbálom, és ezt érzem magamba, de próbálom harcolni ellene. Mit vállal a legszívesebben? Mit vállalok a legjobban? Legjobban tudom vállalni a sorsomat. A sorsomat teljes mértékben vállalom. És nem, semmi nem bánt, az egész életemben nincs semmi, ami bántana utólag, vagy ami azt mondanám, hogy igaz, velem sose volt senki igazságtalan. Igazságtalanabb, mint mással. Sőt, ha visszagondolok, én többet kaptam, mint más ember az élettől. Úgyhogy tulajdonképpen csak hálás tudok lenni. Rengeteg tragédia volt, és nagyon sok, nagyon jó dolog volt, és több volt a jó. Nekem az tapasztalatom evel a világgal nem is olyan rossz.